projekt volt, és átment a regionális fejlesztési ügynökségen a tanácson. Mindenki megszavazta, megszereztük hozzá az önrészt is, ami közel 500 millió forint volt, illetve a fenntartásával is a költségeket, és aztán Plampert Mónika, antiszociális miniszter nem akarta aláírni valamiért, azt mondta, hogy drámatosan nem kell ilyen intézmény, és akkor én tavaly előtt novemberben elsétáltam Plampert Mónika az Budapestre, akkor mindenki őrültnek gondolt ez miatt, és valóban egy tiszt őrült is volt az ötlet, de azt gondoltam, hogy ez olyan vérlázító, hogy ha valaki ismeri az orrmányosságot, akkor azt tudja, hogy a maga 60 kilométerében nincs olyan EU-konform vagy Európai Uniós beruházás, ami mondjuk meghaladta volna 100 millió forintot, és én azt gondoltam, hogy ez jár az orrmányosságnak, mert ennek térségfejlesztő hatása is van. És Lampert Mónika is így gondolta, úgyhogy még a választáskor számolni fogok vele ezért a történetért, úgyhogy én elutazok Kaposvárra az ő kampányára, hogy többet ne hazudhasson az emberek szemébe, úgyhogy ezt még oda fogom. Mónika asszony óra már dörgölni a legnagyobb kampányának, be fogok menni ellen kampányolni egy picit, hogy ne érezze jól magát, tehát a kölcsönkenyér az nálunk paraszt embereknél mindig visszajár. Belecsöppentünk az uzsorás ügybe, ebben legyünk finomak, a Baranya megyei rendőrség nem kimondottan volt partner, sőt a mai napig sem kimondottan partnerünk, tehát ez ilyen kis magánharc alakult a történet, aztán nagy nehezen, tehát tényleg ilyen nyőkben nyelve lett tartóztatták az orrmányossági uzsorásokat, és aztán ugye elkezdtük megnézni, mit tudunk ezzel a nyakkendős uzsorásokkal a Providenttel. És aztán megkiestünk ennek a Provident ügynek, én elmentem a Provident ügy vezérigazgatójához, aki közölte, hogy ők már szedtek csíket játszótéren, és ők még egy a társadalmi szerepvállalásuk. Ember nem sújt ki a maga szeme azért ebben az ügyben, és hát ők nem olyan szégyellős fiúk, és megkértem őket, hogy jöjjenek le, nézzenek körül, hogy kik azok az emberek, akitől elveszik ezt a pénzt, nézzenek a szemükbe az embereknek, mert én úgy gondoltam, hogy nagyon szakadék köztük és a világ között.